Na, sziasztok srácok, én Derevik, és itt vagyok egy következő videóval, ahol most nem más lesz, mint hát Johnny-nak fogjuk megkeresni a titkos bázisát, vagyis hát megpróbáljuk megkeresni ez a iránytű alapján, és hát meglátjuk, hogy hol lesz, mondjuk ez most így eléggé össze-vissza mutat, de azt hiszem, hogy arra fele kellett menni, az elején még azt mutatta, hogy arra kell menni, de mindegy, majd kiderül. Na srácok, akkor gyorsan ütünk egy kis fát, és amúgy az előző videót nagyon-nagyon sokan megnéztétek, amihez tényleg nagyon gratulálni tudok, meg minden, és nagyon szépen köszönöm, tehát tényleg jól esik. Bocsi, az előző videóban egy kicsikét rossz volt a mikrofonnak a hangminősége, az a gond, hogy ezt így utólag vettem észre, és már akkor olyan hajnali 1 óra vagy 2 körül volt, nem nagyon volt időm újra venni, meg nagyon úgy kedvem se, meg semmi, szóval így lett sajnos feltöltve. A nagy csatornán lévő videót viszont ugye hát újra kellett venni, azt is ugye, az is még egy plusz munka volt nekem, szóval bocsi érte, de megpróbáltam mindent megtenni. Most már ugye a régi mikrofonomat használom, most már annak a hangját hallhatjátok újból, ja. Na, akkor szedjünk is gyors pár követ, szerintem ennyi bőven elég, nem fogom ezt túlzásba vinni. Ja, meg ugye a nagy csatornámon lévő videómon nem volt hang se, aztán vagyis a Minecraftnak nem volt hangja, meg az intronak se volt hangja, amiért még egyszer külön bocsi. Na, jó, így nagyjából így elosztom őket, és szerintem errefele kell menni, mert most konkrétan, vagy nem, erre fele kell menni, srácok? Lehet, hogy erre fele kell, de én nagyon úgy emlékeztem, hogy nem tudom, na mindegy. Jó, akkor ebbe az irányba el kell elvileg indulnunk, és elvileg ez oda fog engem vezetni. Hát nagyon remélem, és közben este is lett, ami nagyon nem szokott pozitív jel lenni. Na mindegy! Megtesszük a tőlünk telhetőt, és megpróbáljuk megtalálni Johnny-t, és a lehető legnormálisabban társalogni vele, hogy ne essen semmi bajunk lehetőleg, de aztán ki fog derülni a továbbiakban. Ugye fákon azért mégiscsak egy kicsit biztonságosabb így ugrálgatni, sokkal egyszerűbb is. Amúgy srácok, hogyha már tetszik a live, vagyis ott van a ház, oké, mégiscsak elvezett oda. Srácok, hogyha már tetszik a most ugye, ami úgymond történik, akkor csapostok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra, és nyomjatok meg ugye a feliratkozóban melletti csengőcskét. Nem tudom, hogy mennyire biztonságosan kéne nekem ide menni, mégiscsak egy kisgyerek, de pont attól félek, hogy bántani fog minket ez miatt. Benézek így az ablakon, hát ha meglátom esetleg, de nem látom. Nincs itthon, srácok, hova tűnt? Mi ez? Johnny és mindenféle... Johnny bölcsője. És miért nincs itthon? Vagy nem tudom, ilyenkor ott van valami kuka. Hát fogalmam sincs, de akkor szerintem be kéne mennem. Legalábbis megpróbálok. Semmi, srácok, üres az egész. Itt a kuka. Oké, ez egy ilyen láva... becspódott az ajtó mögöttem. Várjatok már, kibírom nyitni, vagy becsukódik? Kibírom nyitni. Hát jó, én akkor lehet, hogy becsukódott. Jó. Rendben van, itt egy diakard a falon, én ezt szerintem le is kapom, mert már kezdek félni. Esetleg a festmény mögött valami? Nem? Oké, visszarakom. Ez egy kicsikét más lett, mint az előző. Ez mögött sincs semmi. Nem tudom, hogy miért nincs itthon Johnny, és miért csukódnak be mögöttem az ajtók, de nagyon... Most komolyan nem bírok kimenni, de amúgy simán kibírok menni, nem? Ja, simán kibírtam menni. Ugye kertbe esetleg valami, mondjuk le van izélve, amúgy learatom szegénynek a kertjét, hogyha már így ennyire nem törődik a kerttel, vagyis hát nem tudom, hogy ki törődik a kerttel, hogy ő törődik, vagy valami barátja, vagy valaki, de mindegy, én így szépen bevetem a dolgokat. Nappal lett. Ez nap, amikor nappal van, az általában a boldogság jele, szóval, de most mi van? Most komolyan nincs itt Johnny? Vagy most mit kéne keresnem? Így a vízbe esetleg elrejtve valami, semmi nincsen. Ott van fehér gyapjú. Aha! Oké, követem a fehér gyapjút. Gondolom, hogy ez egy... Visszatépéződtem. Mi a... Belém villámozott most valami. Most meg betép... Mi van? Itt van. Aha! Szóval itt van egy ilyen lejárat, értem, és ne, megint becsukódott az ajtó, ne már, hadd maradjon nyitva, legalább szellőzik a ház, légy kedves szellem, vagy nem tudom ki, ne csukd be, itt van egy ilyen kis föld alatti valami, úristen,
Jó, oké, szerintem ezt jól tettem, hogy itt így közelebb nyitottam meg, mert most nagyon durván leestem volna. Itt mi van? Aha, tehát itt oldalt is. Itt le lehet menni? Na jó, srácok, ez egyre ijesztőbb. Oké, én de lemegyek. Itt semmi nincsen, jó. Hát itt konkrétan itt semmi nem volt, de mindjárt megfulladok, gyors vissza kéne jutni. Most mi van? Én nem értem, hogy Johnnynak miért van ilyenje? Itt lent, itt sincs semmi. Ennek nem tudom, hogy mi értelme volt, de... Én szerintem, de nem bírok visszamenni. Vagy visszabírok menni? Nem bírok, de én lerakok magam alá egy ilyen kis blokkot, azt szerintem vissza fogok tudni. Itt is van fehér gyapjú. Jó, ez már semmit nem jelentett. Na mindegy, itt semmi nem volt, srácok, konkrétan. De legalább egy kis tapasztalattal tapasztaltabbak lettünk. Én elmegyek ennek a fehér gyapjúnak az irányába, hát, hogy tényleg találok valamit, vagy... Nem tudom, hogy ez konkrétan ugye semmibe vezet engem, vagy lesz-e valami értelme, de mindegy, erre... Aha, ott még több fehér gyapjú van. Biztos, hogy vezet valahova. Kell valahova, hogy vezessem, mert különben... Aha, itt egy... És ott van Johnny. És ott van Johnny, lol, csónak élesség 10, erőítala minden. Ott horgászgat, mennyire aranyos, halljátok. Milyen kis aranyos, de... Akkor ki volt otthon? Tehát én végig azt hittem, hogy engem Johnny szivat, de... Akkor srácok, ki lehetett otthon? Ez egy eléggé para. Bemenjek hozzá a csónakam, ez egy eléggé OP csónak, nem azért mondom, ezzel valakit megütök, ott van egy tábla. Tengerpart, jó, én bemegyek szerintem utána. Szólok neki, hogy valami nincs otthon, szerintem rendben. Hello, Johnny, itt vagyok mögötted. Hello, Johnny, szia, hello. Nem már, elmenekül. Johnny, gyere vissza! Johnny, nem akarlak bántani, Jozzy, Johnny, szia, hello, nyugi, team van, team. Team, Yugi, igen, team, na, állj meg, figyelj, Johnny, nem tudom, hogy ismersz-e engem, én engem Daninak hívnak, igen, alapból a házadhoz mentem, hogy téged keresselek, és nem voltál ugye otthon, de így magától kibecsukódtak az ajtók, és volt egy eléggé félelmetes pince nálad, ami kiütötte a csónakomat, Johnny, inkább gyere ki a partra, jó? Beszéljük meg ott, nem tudom most miért ütötted ki a izémet. Na, közben amúgy mesélek. Volt egy eléggé félelmetes ilyen pincenállad, ahol konkrétan megnyomtam egy ilyen kart, és majdnem meghaltam, hogyha úgy kicsikét arrébb nyomtam volna meg, közben begyorsult. Szóval szerintem haza kéne nézned és megnézni, hogy mi történik nálad, mert szerintem nem volt túl normális, legalábbis szerintem aztán ki tudja, hogy ez kinek mennyire normális, de szerintem ez... Ennek nem így kéne történnie. Szia, oké, de hogy kerül hozzád a kart, gondolom? Hát figyelj, féltem és levettem a falról. Igen, a kardom, hát féltem és levettem a falról, mert tényleg nagyon ijesztő volt, hogy mögöttem becsukódnak az ajtók, meg villámozott is aztán, meg tépéződtem, tehát gyere, inkább megmutatom, jó? Gyere, biztos, hogy ott lesz még az a dolog, amit csinálta, vagy nem tudom, hogy ott lesz-e még, de remélem, hogy nem nézel engem bármiféle paranormális, vagy nem tudom milyen embernek, de én tényleg ott láttam. Tehát szerintem ez full valóságos, meg minden, és hát a nézők is látták, majd fellátod a videót a csatornám. Ó, majdnem beleestem a lávatóba. Eléggé félelmetes egy ilyen lávató mellett lakni, hallod. Ezt én azért befedném a helyedben. Na figyelj, itt voltam, és nézd, itt van lent a pince, gyere le, megmutatom. Itt van a pince, nézd. És hogyha ezt megnyomom, gyere beljebb, vigyázz. Na, és ha ezt megnyomom, akkor ez történik, látod? Látod, és ott lent láva van. Látod, és ez nem túl barátságos szerintem, ez nem kéne szerintem ez, hogy így itt legyen, de hát aztán ki tudja. Szóval, Johnny, szerintem ne a közelembe csináld, mert nem túl biztonságos. Na, Johnny, gyere! Nem állok oda, hagyj békén, Johnny! Nem! Szerintem azt akarja, hogy álljak oda, de bíz bennem. Jó, ide állok, tessék. Ide álltam. Mit bízzak benned, hallod? És komolyan, bízzak benned. De... Komolyan? Meg fogok halni, Johnny. Nem? Jó, rendben, én bízok benned. Tényleg túléltem. LOL! Mi a? A Johnny ott volt valami. Hallod, most miért hoztál? Haha, jó vicc volt. Hallod, vigyél már vissza, az mi volt? Az mi volt, Johnny? Ezt én megnézem. Menj előre, mert félek, jó. Oké, okay. Jó, csak nehogy meghalljak, jó, oké. Okay. Hát nagyon kíváncsi vagyok, ez mi?
Akkor várjál már, te ijesztegettél engem ott fent is? Fent is te ijesztegettél engem, vagy az más volt? Hallod? Ez nem volt vicces, én féltem. Vagy nem tudom, de amúgy jó király mondjuk ez a bunker. Ez a testvérem elzárt börtön... Mi? Ez a testvérem elzárt börtönbe, ő gonosz volt. Mi? Ja, hogy az a testvéred, gondolom, vagy... És kiszabadult. Akkor ő csinált azokat a dolgokat? Hát jó, ez tanulságos dolog. Figyelj, Johnny! Én azt mondom, hogy a következő videó majd segítek neked, jó? Majd remélem, legalábbis megpróbálok. Következő videó megpróbáljuk elkapni Johnny-nak a gonosz testvérét. És hát meglátjuk, hogy lesz. Srácok, hogyha ti is szeretnétek, hogy elkapjuk a következő videóba, akkor mindenféleképpen a komment szekcióba írjátok le, és dobjatok egy lájkot a videóra, és ebből fog kiderülni. Na, köszönöm, és ügyes vagy, hogy felderítetted. Na, hát jó, igazából segítettél. Na mindegy, srácok, nagyon szépen köszi, hogy tartotok velem ebben a videóban, ha tetszett, akkor ugye csapassuk egy lájkot, és ha akarjátok, hogy legyen folytatás, akkor egy komment szekció, meg minden. Én Dani voltam, és ugye csekkoljátok le a MC Shopot, a www.nyset.hu-t, a nagy csatornámat, meg stb. És hát ja, én Dani voltam, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!